Sziasztok, Máté vagyok, és a mai videóban itt van velem Adri. Sziasztok! Ahogy a címből is már láthattátok, ő lesz a mai mátalakításnak a vendége. Adri egyébként általános iskolában volt az osztálytársam, és most egészen Budapestre utazott ő is ide, hogy átalakítsam a haját. Ahogy láthatjátok, természetes vörös haja van Adrinak, a töve egy kicsit sötétebb, a vége ugye volt világosítva is, ott egy kicsit világosabb vörös, viszont most egy teljesen más átalakítást fogok neki végezni. Nem szeretnénk annyira, hogy átmenjen ilyen szőkésbe a színe, hanem inkább visszanyerni a régi vöröses színt, úgyhogy ez lesz most a tervem, és igazából kezdünk is hozzá, és majd közben mondom nektek, hogy mit, hogyan fogok csinálni, milyen színeket keverek ki. Itt most nem fogunk szőkíteni, csak egyedül esetleg itt az első részeknél, hogy ott megvilágítsa Adri arcát is, de a többi részen elég világos szerintem a haja, úgyhogy oda nem fogunk szőkítővel világosabb kincseket készíteni. Na de akkor lássunk is hozzá, és hát kezdődjön a nagy mátalakítás. Na már itt is vagyok, és akkor elmondom nektek a színeket, hogy milyen színeket is fogok most Adrinak használni. Három színt választottunk ki, ezt a sötétebb vöröset, valamint ezt a világosabb vöröset. Ezekkel fogok készíteni igazából highlightokat és lowlightokat, vagyis világosabb és sötétebb melírokat is. Ez a sötétebb, ez kicsit hasonlít az alaphajszínéhez, ami most igaz barnás, de ez meg ugyanez, csak vörösebb árnyalatban. És ezek a világosak pedig az alapból világosabb szőkés tincseket nagyon szépen ilyen rezesre be fogják fogni. És a harmadik szín, arról pedig nem tudok nektek mutatni semmit sem, mert ez bizony szőkítőpor, és ezt fogom használni esetleg itt az alsó részeknél, a kis babahajaknál, valamint itt elől az arca körül. Most fogom kezdeni a világosabb és a sötétebb melírtincsekkel, és nem hátrányos dolog, hogyha a tálak színe különbözik, mert tudom, hogy a zöldben van a sötétebb és a fehérben a világosabb szín, és akkor így biztosan nem fogom őket összekeverni, felváltva fogom őket használni, és úgy helyezem el ezeket a lapokat, és itt felül fogok kihagyni tincseket, amik ugye most természetesen ilyen szőkébek, és ezek fogják adni igazából itt ezen a hátsó részen, meg az oldalsó részen a világosabb szálakat, tehát ide nem fog szőkítővel készíteni semmit sem, esetleg egy nagyon kicsit fentebbi, de ezt majd a legvégén elég majd bekennem, úgyhogy most először kezdem ezzel a két színnel, elkészítem a leválasztást, mivel neki fél oldalt van a választéka, ezért ezt a választékot meghagyom, és akkor itt van jobb és bal oldalunk. Aztán itt a fülnél elkészítem a második leválasztást, és hátul pedig középen osztom ketté a hátsó részt. Én először az oldalsó részekkel fogok indulni, és utána jönnek majd a hátsó részek, úgyhogy ezt most egyenlőre itt egy csattal elcsatolom, hogy ne legyen nekem van. És akkor igazából innentől kezdve gyorsítva láthatjátok a videót, és majd miután befejeztem, akkor jövök és válaszolok a többi kérdésre, ami esetleg bennem is felmerült, és közben eldöntöttem, hogy mit hogyan csináljak. Na, el is készültem Adri hajával, és láthatjátok, most körbefolytulok Adri, hogy nem maradt ki túlságosan sok haj, amikhez nem nyúltam, hanem a nagy része az be lett festve sötétebb és világosabb vörösre is, mert szeretnénk, hogy tényleg ilyen vibráló vörös legyen majd a végeredmény, és egy pár szőkített tincset helyeztem el. Először is itt az arc körül, egyet-egyet, ugye itt Adrinak fél oldalon van a választéka, tehát a bal oldalról oda többet helyeztem el, valamint ide az alsó részre egyet-egyet, és ide felülre a választék mentén felül van egy vörös, és alatta egy-egy szőkét készítettem, és a többi részen pedig felváltva használtam a sötétebbet világosabbat, hol egy kicsit megtupíroztam a tő fele a hajat, hol nem, és próbáltam nem egyenletesen kenni,
hanem tényleg ilyen kis W formában, hogy az se legyen ilyen vonal lenövés hatású, hanem tényleg egy ilyen szép átmenet legyen a vége felé, és ott azok intenzíven legyenek vörösek, úgyhogy most ezt készítettem el Adrinak, és most igazából várunk egy 15 percet. A szőkített tincseket tettem be utoljára, és azoknak tényleg nagyon nem kell sok idő, mert itt elő a babahajok fel fognak világosodni, és ezért most így innentől számítva már csak 15 perc elég is lesz nekünk. Aztán a hajmosótánál még maradt ki festék, és a világosabb vörössel valószínűleg egy kicsit vízzel át fogom mosni, hogy a többi szőke tincsnek is legyen egy ilyen világosabb árnyalata, de ezt majd úgyis látjátok ott a hajmosóban, szóval most ezt a 15 percet fogjuk igazából megválni. Na már itt is vagyunk, lejárt a hatóidőnk, úgyhogy ilyen finoman már hátra is dőlhet Adri, és kezdem kiszelegetni a fóliákat. Leöblítem a nagyja vöröset, hogy véletlenül se kerüljön a sötét vörösből a szőke tincsekre, és akkor utána majd az egészet egybe átárnyalom a maradék világosabb vörös színnel. Na már ki is szedtem Adri hajából a fóliákat, és igazából most meg fogom egyszer mosni az egész haját, és utána pedig tényleg szerintem egy-két percre átmegyek a világos vörös hajfestékkel az egész haján, hogy kapjon egy kicsit vöröses fény azok a tincsek, amiket ugye nem festettünk, valamint a szőkék is. Úgyhogy most először egyszer megmosom, és akkor jöhet az egésznek a kicsit vöröses árnyalása. Készültem a mosással és igazából mindennel, úgyhogy már ti láthatjátok is az eredményt. Most pedig Adri egy nagyobb vágásra szánta el magát, úgyhogy most azt fogom neki elkészíteni. Rövidebb lesz jóval, de megint jelzem, megint nem én akartam rövidebbre, ez az Adri döntése volt, és hát természetesen olyat csinálok neki, amit ő szeretne. Fújok rá egy kis kifésülés könnyítő hajban hagyható balzsamot, és ezután a nedves tengölt ízzel kefémmel pedig kifésülöm Adri haját. And he's awesome Eddie, and we hit the coolest parties. Vicky hit me with the Eddie. She calls me up late, and she only calls me Zeddy. We in Beverly Hills, and we always getting paid. I said, remember me well when you get famous, like oh 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 oh. Like. És el is készültünk Adri hajával. Micsoda átmenet, itt láthatjátok, hogy vannak sötétebb tincsek, vannak világosabbak, de így egybeolvadva igazán gyönyörű lett az átmenet. Úgyhogy én nagyon meg vagyok elégedve, Adri, neked hogy tetszik? Ilyesmire gondoltál? Igen, tökéletes. Na hát örülök neki, megmutatjuk hátulról is azért. Szerintem egyébként ez egy tök természetes vörös szín lett. Adri visszakapta a gyerekkori szint, én csak így emlékeztem rá. Na hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok a mai videóban, remélem, hogy tetszett nektek, hogyha igen, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk a következő videómban, ami még nem tudom, hogy milyen lesz, de várlak titeket akkor is, úgyhogy vigyázzatok magatokra és sziasztok! Sziasztok!